Leállították a hajó közlekedést a Duna teljes 350 kilométeres ausztriai szakaszán az országot sújtó árvizek miatt. A Dunai közlekedésért felelős állami vállalat szóvivője úgy indokolt, hogy a magas vízállás miatt nem garantálható a közlekedés biztonsága. A szóvivő egyelőre nem tudta megmondani, hogy az intézkedés meddig lesz érvényben. Azt mondta, hogy minden az esetleges további csapadék mennyiségétől és a Dunába ömlő mellékfolyók hozamától függ. A jelentős vízszint növekedés miatt számos településen fokozott árvízvédelmi intézkedéseket vezettek be. Serdingben több utat lezártak, a hatóságok arra kérték az embereket, hogy kerüljék a folyót. Kritikus a helyzet a németországi Passauban is. Baden-Württemberg tartományban és a dél-németországi Bajorországban a napok óta tartó áradások eddig legalább 5 ember halálát okozták. Markus Söder bajor miniszterelnök bejelentette, hogy a tartományi kormány legalább 100 millió eurós pénzügyi segítséget nyújt az érintetteknek. Miközben Németországban már valamelyest enyhül a helyzet, a szomszédos Lengyelországot is sújtják az áradások. Bielszko-Biala városát elöntötte a víz, a polgármester árvízi figyelmeztetést adott ki. A heves esőzések következtében ingatlanokba és épületekbe hatolt be a víz, utak, vasúti sínek váltak használhatatlanná.